Üdvözlöm Önöket, Önök a világhíradót látják. A Nemzeti Gárdát is riasztotta a wisconsini kormányzó a Milwaukee-ban elharapódzott erőszak megfékezésére. Az állam legnagyobb városában a hétvégén történtek komoly összecsapások, miután a rendőrök üldözés után agyon lőttek egy fegyveres fekete férfit. A híradásokból kiderült, fegyveret töltve volt és kibiztosította. A rendőrök pedig azt követően lőtték le, hogy többszöri felszólítása sem állt meg. A férfi halálát követően nagyszabású demonstrációk kezdődtek, amelyek zavargásokba torkolottak. Polgárháborús állapotokra emlékeztető képek érkeztek Milwaukee-ból. A wisconsini városban azt követően szabadultak el az indulatok, hogy a rendőrök a hétvégén egy közúti ellenőrzés során lelőttek egy fekete 20 éves férfit. A város vezetése a Nemzeti Gárdát is riasztotta. Igaz, a polgármester szerint a csapatokat egyelőre nem vetik be. Erre akkor kerülhet sor, ha azt a rendőri vezetés is indítványozza. A múlt éjjel olyan dolgok történtek a városunkban, amilyet én felnőtt fejjel még nem láttam. Bízok benne, hogy ez nem fog megismétlődni. Nagyon büszke vagyok a rendvédelmi egységeinkre és a tűzoltókra, akik óriási nyomás alatt is megfelelően reagáltak a problémára. Egyetlen lövést sem adtak le, pedig hihetetlenül nagy volt a feszültség, fogalmazott a város első embere. A rendőri vezetés közölte, a hétvégén lelőtt férfi nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. A korábban szárnyra kelt találgatásokat megerősítem. A lelőtt férfi a 23 éves Sylvia Smith volt, aki vaskos aktával rendelkezett a helyi rendőrségen. A város 7. kerületében több lövést is leadtak, de a lövöldözésben senki nem sérült meg. Az éjszakai tüntetéseken 17 embert vettünk őrizetbe, mondta a rendőrségi vezető. A heves összecsapások másnapján a városban nyugalom volt, pedig szombatról vasárnapra virradóan a több száz fős tömeg üzleteket, autókat, sőt benzinkutakat gyújtott fel. Rendőri jelentések szerint több lövés is eldördült a demonstráción, de lőttsebesülésekről nem érkezett beszámoló. A zavargások a várost jól ismerő források szerint egy szegénységtől és bűnözéstől sújtott környéken voltak. Összesítések szerint az Egyesült Államokban idén 650-nél is több embert lőttek le rendőrök. Az áldozatok közel fele volt fehér, és nagyjából egynegyede volt fekete. Visszaszorították az iszlám államot a líbiai egységkormány erői. Állításuk szerint ezzel egy lépéssel közelebb kerültek Szirt felszabadításához. A csapatoknak sikerült visszafoglalniuk az iszlamista terrorszervezet parancsnoki központját, valamint a városi egyetem épületét is. Az iszlám állam fegyvereseit Szirt központi lakónegyedeiben zárták körül. Az előrenyomulást az Egyesült Államok is segítette. Amerikai gépek az elmúlt napokban több tucat légitámadást hajtottak végre a város területén a terroristák állásai ellen. Átfogó offenzívát indítottak a kurd erők vasárnap az iszlám állam ellen. A művelet során Moszul közelében 5 falvat szabadítottak fel és több tucatnyi terroristával végeztek. A kurdok 3 embert vesztettek. Az iraki erőkkel közösen hamarosan megindulhat az ostrom Moszul visszafoglalására is, amelyet a terrorszervezet iraki fővárosaként tartanak számon. Többek között a város mecsetében jelentette be a kalifátus megalapítását a csoport vezetője Abu Bakr al-Baghdadi. Nem veszít lendületéből a júliusi puccskísérlet után indított politikai tisztogatás Törökországban. A rendőrség most 3 isztambuli bíróság irodáiban is razziát tartottak, miután elrendelték 173 bírósági alkalmazott letartóztatását. Többeket kihallgatásra is elvittek. A török kormány az Egyesült Államokban élő muzulmán hitszónokot, Fethullah Gülent vádolja az államcsígy megszervezésével. Ő azonban tagadta a vádakat és elítélte a puccskísérletet, amely óta már egy hónap eltelt. A török hatóságok ez idő alatt több mint 35 ezer embert vettek őrizetbe. A kormányfő szombaton úgy nyilatkozott, hogy több mint 76 ezer rendőrt, katonát, köztisztviselőt és bírót függesztettek fel, és csak nem 5 ezret elbocsájtottak. Komoly bírálatok érték azt a riói beruházást, amely keretében gyorsforgalmi út épült az olimpia helyszíneit összekötő buszjárathoz. A buszok a város gazdagabb negyedébe közlekednek, ahol a polgármester karrierje indult, és ahol milliárdos ingatlanfejlesztések voltak. Szakértők szerint inkább a metróhálózatot kellett volna úgy kibővíteni, hogy elérjék a város sűrű lakott részeit. Átkozzák a riói olimpiát a város egyik szegény negyedében. A játékok helyszíneit összekötő gyorsforgalmi útnak itt építettek felüljárót.
Az építkezések és az elhaladó buszok miatt repedések keletkeztek az épületek falain. Korábban nyugodtan éltünk, mindenki ismerte egymást, összejártunk szórakozni. Most állandó a feszültség. Aludni sem tudunk, mert állandóan lövöldöznek és embereket gyilkolnak, mondta egy helyi lakos. A 2014-es foci VB-vel és a mostani olimpiával kapcsolatos munkálatok miatt Rióban 20 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. 15 ezernek azért, mert állítólag olyan helyen éltek, ahol nagy volt az áradások és földcsúszamlások kockázata. Azt mondták, el kell költöznünk, mert veszélyes helyen élünk. Amikor viszont kiderült, hogy máshol lesz az építkezés, akkor már hirtelen nem volt többé fontos, hogy elköltözzünk. Sokunknak rossz ez a komplikált helyzet, mondta ez a nő. A helyiek azt akarják, hogy a városvezetés tartsa be korábbi ígéretét és oldja meg a környék csatornázását. A háztartásokból származó szennyvíz az esős évszak idején kilép a medréből és rendszeresen elönti az utcákat és a házakat. Gondolom, az olimpia után majd fordítanak ránk némi figyelmet a választások miatt. Biztos fűtfát ígérnek nekünk, amit nem tartanak be. Nem érdeklik őket a nyomornegyedek, csak a szőnyeg alá söprik a problémákat. Egy neve elhallgatását kérő illetékes szerint a közelmúltban három elhaladó buszt is megdobáltak a szegény negyedben. Az egyiken újságírók utaztak, akik közül néhányan azt mondták, hogy a jármű két ablaka lövések miatt tört be. A hatóságok szerint viszont csúzlival lőtték ki az üveget. 8 embert lőttek agyon fegyveresek a hétvégén Hondurasban. A fővárosban történt támadás hátterében a helyi rendőrség szerint drogbandák közötti leszámolás állhat. Az áldozatokkal egy bár előtt végeztek az elkövetők a főváros egy olyan negyedében, amelyet egy hírhet kábítószerkereskedő banda tart ellenőrzése alatt. Szemtanúk elmondása alapján a fegyveresek egy teherautóval érkeztek a helyszíre, alig néhány órával azt követően, hogy egy másik helyen egy rivális banda két emberét ölték meg. A közép-amerikai országban becslések szerint tavaly mintegy 4000 ember esett áldozatul a bandák közötti leszámolásoknak. 10 év börtönre ítéltek Dél-Afrikában egy nőt, akiről tavaly februárban derült ki, hogy 19 éve ellopott a kórházból egy csecsemőt az alvó édesanyja mellől. A nő a Fokvárosi Kórház szülészetéről vitte el a babát 1997-ben, majd a sajátjaként nevelte fel a lányt. Tettére akkor derült fény, amikor a lány végzős volt a középiskolában. A vérszerinti húga véletlenül ugyanott kezdte meg tanulmányait, diáktársainak pedig feltűnt, hogy mennyire hasonlít az idősebb lányra. Ezt a szüleinek is elmesélte, akik felkeresték a lányt, és rögtön arra gondoltak, hogy ő lehet a rég elveszettnek hit első gyermekük. Rendőrséghez fordultak, gyanújukat pedig a hatósági DNS tesztek is igazolták. Az ügyészség eredetileg 15 évnyi börtönbüntetés kiszabását kérte a lányt elrabló nőre. Tradicionális érlelt sajtból készült fagylalt lett a nyár slágere egy cseh kis településen. A morvaországi Lostice városában készítik a messze földön híres kvarglit, ami az Ingyence körében egy igen kedvelt sajt. Már fagylaltot is ízesítenek ebben a morvaországi üzletben a kvargli néven ismert sajttal. Karakteres ízét cukorral finomították, a szagát pedig az alacsony hőmérséklettel elnyomták. Sokan arra számítanak, hogy sós az íze, de valójában meglehetősen édes. Meg szokták kérdezni, hogy büdös-e, de nyilván nem az, mondta a tulajdonos. A férfi már kezdeményezte a recept levédetését. A fagylalt közben olyan népszerű lett, hogy az egyik hétvégén 400 adag elfogyott belőle. A turisták, akik meg akarják ismerni ezt a sajtot, tudják, mit veszítenének, ha nem próbálnák ki a fagyit. Éppen ezért akkor is eljönnek, ha esik az eső. A kvarglit a város sajt gyárában készítik. Ezt a sajtfajtát már a 15. században leírták, később pedig a cseh konyha nélkülözhetetlen részévé vált. Édes és nagyon krémes, nekem ízlik. Gyümölcsel és tejszínhabbal is kóstoltam már, méltatta egy vendég a sajttal ízesített fagylaltot. A kvargli egy natur lágy vöröspenésszel érő sajt, ami somány aludtejtúróból készül. Sokféle elkészítési módja ismert. Nagyon tetszik. Érezni benne a sajtot, és az egész ízkombináció nagyon jó, mondta egy másik vendég. A kvargli messzeföldön híres és népszerű sajtfajta.
2010-ben oltalom alatt álló eredet megjelölést kapott az Európai Uniótól. Hogy a fagyi is megkapja ezt, még nem tudni. Sörfesztivált rendeztek Fennyánban. A zárkozott kommunista diktatúrában rendhagyónak számító rendezvénynek nem csak a helyszíne, de annak időtartama, sőt a résztvevők köre is egyedülálló. Az állami szervezésű fesztiválon csak pár százan vettek részt. A kiváltságos néhányak ugyanakkor alaposan felönthetnek a garatra, a fesztivál ugyanis a tervek szerint 20 napig fog tartani. További különlegesség a rendezvénynek, hogy csupán egyetlen helyi sörmárka italait lehet fogyasztani. Észak-Koreában egyébként nincs nagy hagyománya a sörfőzésnek, már csak azért sem, mert az első sörfőzde 2002-ben épült. Önök a világhírodót látták, köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok!